ország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Mikor van a Pride? Most, hétvégén. Azt tudom, de hogy melyik nap? Hát nem biztos, hogy megyek. Szombaton vonulnak? Hello, Juli, gyere, Juli! Holnap van. Hello. Miért Juli vonul? Nem tudom, hogy vonul-e, csak kérdezem, mert érdekel, hogy mi a véleményetek. Nem leszünk ott, mert a fiaim, Jézusom. Mert a fiaimet Henrynek neveljük. De várjál, egy fia meg egy lányom is. Nem veszünk részt ebben az erkölcsi fertőben, azt hittem, ezt fogod mondani. Nem, egyáltalán nem ezen az oldalon állok. Aha. Abszolút nem. Úgyhogy, de nem leszünk ki, mert a gyerekek most jönnek haza a táborból. Na, ha még egy hetet táborban lennének, akkor te kimennél? Ki? Egy hetes. Simán. De mint óriási ellentüntető, vagy mint... Nem, mert az mint is a pártjukon. Most persze, majd nyilván megtelik a fal mindenféle SMS-ekkel, nem törődök vele, nem erről. Mi sosem azt mondjuk, ami alapján így vagy úgy jönnek, hanem azt mondjuk, amit gondolunk. Tehát, nem, én szerintem szükséges és fontos az, hogy ők ott legyenek, és egy napig én is így elmenjenek az Adrási út 1-től a 99-ig. Hát tudja, azért vetettem föl, mert kíváncsiak, hogy mi a véleményetek, mert ennyi indulatot kevés rendezvény gerjeszt még mindig egyébként itt tartunk, hogy az év 364 napjában azon lovagolunk, hogy mi történik ezen az egyen, amikor a melegek vonulnak. Úristen, most aztán biztos összedől a világ, Jézus Mária. De hogy... Tessék. Na, ugye, belőlem, ki mit gondol erre? Belőlem vált ki indulatot a dolog, de nem alapvetően nem az ő vonulásuk vált ki belőlem indulatot, hanem az, ami körülötte van, az, amit az egész szül évről évre. Tehát, hogy az a balhé mennyiség, az a rengeteg köpködés, fújolás, az ellentüntetés, igen, de hát ebből kellene kiindulni, és ennek megfelelően hibáztathatunk azért egy rendezvényt, mert egyébként szélsőséges nézeteket valló idióták egyébként elmennek ellentüntetni? Nem. Mert nem annyira toleráns, csak hogy azt mondják, hogy figyelj, ha vonulni akarsz, vonuljálni, addig iszom egy fröccsöt a velencsei tavon. Abból nem vonhatjuk le a rendezvénynek a konzekvenciát, hogy egyébként néha egy-egy kordon mellett bekiabálnak azok, hát, akik ezzel nem értenek. Azon nem a rendezvény kiabál, az ország mentális állapota tehet. Milyenek a rendezvénynek, milyenek a felvonulásnak az alapvető célja? Szerintem az, nagyon hogy, sok hogy elfogadják a melegeket, ugye? Hogy integrálódni tudjanak a társadalomba, és hogy mondjuk azt mondják az emberek, hogy ez egy teljesen természetes dolog, és hogy ne legyenek ilyen tüntetők. Igen, nagyon sok minden a feladat egy ilyen rendezvények szerintem. És igen, megtalik ezzel? Azt nem tudom, hogy elérik-e, rögtön beszéltünk erről, de szerintem nagyon sok oka van. Tehát hogy rávilágítsák azokat az embereket, akik azt gondolják, hogy ez bármiféle aberráció, hogy nem az. Hogy akik azt gondolják, hogy ez egyfajta deviáns provokáció, azt gondolják, hogy ez nem az, hogy teljesen normális, egyébként nem deviáns viselkedési, provokatív emberek mennek itt, nem aberált emberek mennek. Na látod, én sem gondolom azt, hogy aberáltak, vagy hogy deviánsak, de mégis azt gondolom, hogy inkább tartsák otthon ezt négy fal között ezt a dolgot, mert hogyha az, amit ők el szeretnének élni, pont az ellenkezőjét szüli, már pedig az szüli évről évre. Nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon kettős a dolog. Azt gondolod, hogy az szüli, mert vannak csoportok, akik tiltakoznak, de azt nem tudjuk, mert az egy lappangó tömeg a képkének azt mondja, hogy szimpatikusak voltatok, ahogy vonultatok. Én ezzel a dologgal szeretnék megismerkedni, ezt a dolgot kevésbé ítélem el, mint 5 éve. Látom, hogy vannak teljesen normális emberek, se félnem kell tőle, se nem egy betegség, nem fogom elkapni, nem lesznek a gyerekeim melegek. Igen, és akkor mondjuk megismerek valakit, aki meleg, és rájövök, hogy ugyanolyan értékű ember, és nem egyfajta szexuális aberrációról van szó, és nem egyfajta tényleg deviáns viselkedésről. És azt nem lehet, hogy egyébként tehát, hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, növelik a szolidaritást, fölhívják arra a figyelmet, hogy ők nem egy zárt kisebbség, akik hát nem lehet közeledni. De mi tesszük őket? Mi tesszük őket börtönbe? Nem azért zárt kisebbség, mert ők ott akarnak lenni, azért zárt kisebbség, mert az ország úgy gondolkozik, hogy ők egyébként csak azért vonulnak, hogy mindenkit provokáljanak. Dehogy is. Szerinted egyébként a társadalmi elfogadásnak az a legjobb útja, hogy ilyen csimbum cirkuszokat rendeznek? Ez már nem csimbum cirkusz. A Pride-nak nem ez a lényeg. Lehet, hogy azért is indult, hogy mondjuk kamionon táncoljanak, de nem. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak toleranciában nagyon sok mindent kell tanulnia. És hogyha csak 3 ember gondolkozik el azon, hogy talán nem kell tőlük félni, meg megbélyegezni őket, meg nem kezet fogni, meg nem tudom, akkor ez a dolog, ez eléri a célt. Teljesen normális emberek vonulnak. Nagyon sok közszereplőnek kéne oda menni, nagyon sok meleg közszereplőnek kellene oda menni. Nagyon jó, hogy végre elkezdték meleg emberek fölvállalni azt, hogy ők melegek, mert olyan a közbeszéd, hogy itt van az ideje, hogy megállt kell parancsolni, és föl kell vállalni, és azt kell mondani, hogy meleg vagyok, ember vagyok, nem bánthatok azért, nem fertőzök meg senkit, nem vagyok szélsőség, ugyanolyan ember vagyok, mint ti. Érted? Ezért kéne a melegeknek, vagy a meleg celebeknek még jobban kiállni, még jobban felvállalni. Ahogy megnézed, egy ilyen tendencia el is indult.
Nézd meg az alföldi, a kulka, igen, is, meg nem rá, is, tehát, hogy ez bajom ezzel teszi. Egyébként, és amit mondasz, ez nagyon jó, és ez egy teljesen jó kezdeményezés lenne, mert abban a pillanatban szerintem, ahogy azok a közéleti személyiségek, akikről sejtjük, vagy éppen tudjuk, hogy a saját nemükhöz vonzódnak, gyakorlatilag felvállalnák a nagy nyilvánosságot, de teljesen egyértelműen nem úgy, hogy sejtetem, hogy de igen, az vagyok, de most mégis, már nagyon felvállalták. Nem mondok, az utóbbi egy-két évben nagyon sok ember tudok mondani. Nyilván, de még nem érett meg a társadalom. Tehát ugye ez az is nehéz kérdés, hogy felvállalod, mert megérett a társadalom, vagy attól érik meg, ha te felvállalod, baromi nehéz lehet. Hát pedig... Mert azért egy, tehát azért a magyar társadalomban ezt felvállalni, ahol azért az emberek kimondott, hogy a 60%-a szerintem egyébként masszívan homofób, azért az nagyon-nagyon kemény. Igen, nagyon kemény. Lehet, hogy eleinte ez mondjuk egy ilyen sok jellegű dolog lenne, de egy ilyen egységes coming out szerintem sokkal többet. De hát nem nincs ilyen, nincs ilyen, hogy beszéljük meg, és hatan egyszerre kiállunk, mindenkinek a saját inger küszöbe az, ahol ki kell állni. Valaki azt mondja, mert valakinek beszólnak egyébként olyan beosztású emberek, akik ebbe pártpolitikát kevernek, van, aki azt mondja, hogy ez most már nem politikai kérdés, emberi kérdés, nekem itt kell felállnom, és itt kell megszólalnom. Ez mindenkinek az inger küszöbe, hogy hol vállalja föl, nincs egységes felvállalás szerintem. Hát pedig lehet, de szerintem lehetne, és sokkal inkább így kellene, mert ez egyrészt kulturáltabb, másrészt pedig meg is védi azokat az embereket, akik így vallanak a társadalomnak, mint sem, hogy kivonulsz az utcára, mert az utcán szinte törvényszerű, meg szinte elkerülhetetlen, hogy céltáblává váljál, mert az utcára kimegy ki pont azok az emberek, akiknek aztán a tolerancia szintjük aztán a békossége alatt. Tehát én felvonuláspárti vagyok, csak az a problémám egyébként a felvonulással, hogy ugye elvileg ez a, hogy is mondjam, a billegő szavazókra szeretne hatni. Tehát azt látod kint, hogy ezek az emberek ugyanolyan emberek, mint te. De az az ember, aki billegő szavazó ebben az időszakban nem fog kimenni az utcára, mert ott van kint az a 250 kit ember, akarnak meggyőzni, aki tojást dobál, aki őrjön, és azt fogja mondani, hogy gyerekek, én ide nem megyek ki, mert én ezt nem akarom végignézni, mert egyébként lehet, hogy veszélyben vagyok. De ez nem a rendezvény hibája, ha van egy olyan szélsőség, hogy van egy szélsőség, akit a tojást, de akkor hagyjuk abba? Tehát akkor ne vonulj, mert minket bántanak? Más eszközt kell választani. Ha vonulnak a biciklisek, és dudálnak az autósok, akkor ne vonuljanak a biciklisek, mert egyébként idegesítik az autósokat, álljanak ki. Értem, álljanak ki magukért. Ez egy nagyon fontos emberi új kérdés, más kérdés, hogy ebben nem szabadna egyébként semmilyen politikai nézetet bele keverni semmelyik pártnak, mert ezen ez jóval túlmutat. Ez egy emberjogi kérdés, nem pártpolitikai kérdés. Szerintem az, hogy ott megjelennek bizonyos emberek, bizonyos csoportok, és egyébként az arra használják ki, hogy ők ebből valamilyen szinten valahol valamilyen módon előnyt kovácsoljanak, ez egy baromi nagy hiba. De igenis kell vonulni szerintem. Nagyon fontos. Főleg ebben az országban. Nem kéne vonulni. De nekem nagyon jó, kell. Én meg azt mondom, hogy azért nem kéne, ugyanis a melegség nem kéne, hogy kérdés legyen. Tehát hát, de amíg egy országban kérdés, addig igen. Oké, csak azért kéne szerest például a kulkát, mert kiváló művész. Igen, csak nem amikor... azért, mert meleg vagy nem de, meleg. De a kulka se azért vállalta föl, hogy meleg vagy nem meleg, mert őt szerettük, mint művész vagy nem művész, hanem azért, mert történt valami a magyar hazai közéletben, vagy közbeszédben, amire azt mondta, hogy eddig és nem én tovább, van. És ő kiállt azért. Uh-huh. Igen, és hogy az, hogy az a művész, aki Balázs. Meleg, az nem biztos, hogy rosszabb művész, rosszabb színész, mert ne az alapján ítéld meg, hanem hogy mit csinál a színpadon. Igen, szerintem nagyon kell vonulni. Igazad van, csak az a baj, hogy most így ebben a formában szerintem a Pride-nak pont van egyfajta ilyen tüntetési jellege. Tehát nem szimpátiát kelt, mert mi nem is kell szimpátiát kelteni azoknak az embereknek a számára, vagy azokban az emberekben, akik amúgy is nyitottabbak, kulturáltabbak, magasabb az a tolerancia szintjük, mert ők elfogadják őket olyanok, akik. Amikor ők kivonulnak az utcára, az pont azoknak szól, akik soha nem fogják őket elfogadni, vagy pedig annyira mondjuk kulturálatlanak, vagy mondjuk ki primitívek, hogy kimennek és leköpik őket az utcán. Nagyon igazatok van abban, nem szabadna kamionon táncolni. Én azt gondolom, hogy néhány celeb melegséget se tesz jót a meleg társadalomnak egyébként, mert ahogy ők azt üzenik, amit üzennek erről az egész dologról, az totálisan tévesen, maximálisan dezinformálja a közvéleményt, és egyébként a legtöbb meleg is elítéli néhány olyan meleg celeb viselkedését, aki úgy viselkedik a kamerák előtt, mint ahogy viselkedik. Nem kell pávatollal, mesztelen seggel táncolni, ebben tökéletesen egyetértek, de az, hogy emberek egyébként. Ez igen, de az, amiről a Pride most már azért évek óta szól, hogy emberek hosszú tömött sorokban egyébként mennek, és teljesen normálisan vonulnak, az szerintem már azért nem szól provokációról. De abban egyetértek, ami régen volt, hogy kamion túsz zenére mindenki táncol, nagyon traviknak öltöze, nagyon kis minkább, annak semmi értelme. De hát hogy van az, hogy Ausztráliában egy ilyen meleg tüntetésen kimegy 2 millió ember, és rengeteg hetero ott van, és tüntethetnek a meleg tűzoltók, tüntethetnek a melegek, és senki nem bántja őket, és nem arról van szó, hogy most a meleg tűzoltó vagy.
tüntetnek. Úgy részt vehetnek ilyen felvonulásokon, és nem kell szégyelni, meg más, aztán, hogy ne vonul föl, mert provokálsz. Nem hiszem, hogy ez provokáció. El tudod mondani a gyereknek, ettől a gyereked nem lesz meleg, hogy egy ilyet lát. A gyerek nem attól lesz meleg, hogy lát egyet. Más kérdés, hogy családban nem föl, ahol melegek vannak. Meg mondjuk el lehet neki mondani, meg lehet. Utána, mert a látvány összezavarhatja. Így van, az adott értelmi szintjén a gyereknek szerintem mindent meg lehet magyarázni. Nem attól lesz a gyereked meleg, hogy egyszer te elviszed a Pride-ra, hanem attól, hogy milyen genetikája van, hogy mit látott, hogy milyen minták érik, de nem ettől szerintem ez tök igazad van, de most gondolj bele abba, hogy mondjuk tőlünk nyugatabbra, ahol mondjuk egy kicsit nyitottabbak, meg illetve inkább úgy mondom, sokkal nyitottabbak, még ott is ellenézéseket szült, vagy megosztott az embereket, például a Conchita Wurstnak a győzelme az Eurovíziós dalversenyen, és nyilván nem a dal miatt, hogyha ott megosztott a nyugaton az embereket, meg a társadalmakat, vagy a társadalmat, akkor itt mit mondjál? Jó, de ha ekkora ellenszenvet vált ki ez a meleg tüntetés, semmilyen más tüntetés nem, akkor nem arról van szó, hogy ez az ország homofób, ha ez ilyen ellenszenvet tud kiváltani, és ilyen szinten megosztja a közvéleményt. Van egy bizonyos réteg, ami igen. Bizonyos réteg, ez a bizonyos réteg, az szerintem nagyon nagy réteg. Az hangosabb, mint az, aki egyébként egyetért ezzel a történettel. Tehát az, aki odaáll és ordít, az lenyom téged, vagy engem, de vagy bárki. De ellene ordít? Azt mondod, most aki ellene ordít? Nem, aki kimegy és tojást dobál, na, tehát aki az ellene hangos ordít, és erőszakos, az míg az, aki ezt a történetet pártolja, vagy legalábbis nem nagyon tud állást foglalni, igen, az, csak meg az kell, otthon marad és figyelj, megtartja a véleményét. Csak felülete szemlés azt mondja, hogy ez provokáció. Meg kell érteni, hogy miről vonulnak, ki kell oda menni, és azt kell, hogy figyelj, miért vonulsz. És a 10 emberből 8 nem azt mondja, hogy azért, hogy provokáljalak, és te oda mentél és megmerted kérdezni, és rájössz, hogy teljesen normális emberek vonulnak egyébként mindenféle megbélyegzés nélkül, és azt mondják, hogy azért, hogy ne legyen ez az ország homofób, hogy jobban elfogadjanak minket, hogy rájönnek, hogy van egy igenis nagyon értékes meleg közösség, hogy a melegek ugyanolyan értékű emberek, hogy ugyanolyan jó színészek, ugyanolyan jó műsorvezetők, ugyanolyanak semmivel sem rosszabb ember, hogy a saját maga neméhez vonzódik. Ez nem egy debianci, ez nem egy aberráció. Vagy tematikus műsorokkal, vagy ezekkel a nagy bevallásokkal közszereplők részéről lehetne elérni? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, és azt gondolom, hogy az Alföldi, amikor coming out volt, az nagyon sok mindenki intott eszem, mint amikor a Kulka kiállt, és remélem, hogy még sokan kimernek állni, az igenis segít. Igen, és segít. Az is kell. Lacival beszélgettünk arról, hogy az miért nem zavar téged, hogy kimegy 100 000 biciklista, és leállt vele a forgalom. És azért kell, hogy kint legyenek, mert ha azt látom, hogy kint van 100 000 biciklista, és még beszorzom hárommal, akik otthon maradtak, akkor azt mondom, hogy basszus, ezek az emberek itt vannak, ezek ennyien vannak, tehát bicikli utakat kell építsek, mert rohadt sokan vannak. Igen, és mit kell megtenni a melegekért, és el kell fogadni őket. Így van, és el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy egyébként meg mik azok a, nem csak az, hogy elfogadom-e vagy sem, hanem akkor melyek azok a jogok, akár örökbefogadás, és a többi, amiken el kell kezdenünk gondolkodni, mert hogy ezek itt vannak, tehát ők itt vannak, és kell foglalkozni az ő problémáikkal. Mm-hmm. Az ő felvetéseikkel. Uh-huh. Az, hogy most társadalmi vitákat, persze van egy 100 000 társadalmi vita, és az is kell, hogy ők kimenjenek és végigvonuljanak az Andrássy 1-től az Andrássy 99-ig. Tök jó párhuzam. A melegek elfogadása, Júli, az attól lesz, hogy egyébként ő ugyanolyan ember, mint te, mert jól végzi a munkáját. Mert igen, de jó, ha nincsen felület, de ahhoz fel kell. De sajnos itt lehet, hogy 5 év múlva, ha nem lesz a magyar lakosság 60%-a, 70%-a homofób, ki mondja, ki nem mondja, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy ahogy a kritika más is, azt mondja, a gyerekek elértük a célunkat, köszönjük. Uh-huh. Ha majd a Pride-osok is azt mondják, hogy köszönjük, nem kell, mert elfogadóbbak lettek, kinyíltak, megértették, hogy ez nem valaki választja, ezt nem valaki felveszi, az élet most vagy megbünteti, vagy nem bünteti meg, de meleg lesz, ez megítélés kérdése, ettől ő nem rosszabb ember, és azért, mert mi heteroszexuálisok vagyunk többen, azért nem az egészséges, csak az a gyakori. És a kettő között nagy különbség van, hogy mi azért, mert többen vagyunk, azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk többen, akkor te meg beteg vagy, mi csak gyakoribbak vagyunk, nem egészségesebbek. Az a baj, hogy szerintem a társadalom nagy része például ennek a felvonulásnak a céljait is azonosítja azzal, hogy ők azt akarják, hogy elfogadják a szexuális identitásukat. Szerintem a szexuális szokások azok minden embernek a saját magánügyei, azt csinál otthon, amit akar. Én a saját bevallásom szerint én azt gondolom, hogy mindent szabad, amivel örömet szerzel a másiknak. De nem jön át az mondjuk egy komolyabb vonulata pont egy ilyen felvonulásnál, ami miatt meg ténylegesen lehetne, hogy mit tudom én, hogy
házasodhassanak össze, gyereket vállalhassanak, stb. Mert ezek komoly célok, ezekről lehetne itt beszélni. A szexuális identitásról, meg a szexuális irányultságról, jó, miről beszélgessünk. De megfoghatod a Móni kezét az utcán? Hogy a fenében ne fognál már? Két férfi is meg, vagy két lány aha, is. Hát csak legfeljebb. Oké, okay, okay. Na, te nyugodtan. Zavarna, ha nem foghatnák meg? Zavarna. Lehet, hogy vonulnál. De. Tudod, miért vonulnál? Mert azt mondta, hogy szeretném megfogni kezed, Anik, hogy megverjenek, hogy leköpjenek, hogy beszóljanak. Nekünk tök természetes, hogy megfoghatjuk a feleségünk kezét, ő nem. Persze, lehet, hogy oda mennél vonulni, mert azt mondta, hogy figyelj, nem foghatom meg, mert míg leérek a körúttól az Andrásig, hárman leköpnek, figyelj, négyen megvernek, és ennek az országnak igenis tudni kell, hogy megfoghassa, mert attól ő nem egy bűnöző, meg nem rosszabb ember. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ezen szélsőségből, akik egyébként kimennek tüntetni, azért nem szabad olyan konzekvenciát levonni, hogy az egész ország mentális állapota az, mint amit ez a kis néhány ember majd ott holnap tojásbe dobálva egyébként tükröz. Állapot nem fog ettől változni, ezt értsétek meg. Mert ha törvényileg tiltva lenne az, hogy egy meleg pár nem foghatja meg a kezét, azért lehetne vonulni, érted? Erre nincs törvény, megfoghatja két férfi és két nő is egymás kezét. Az ország állapota, a megítélése a melegeknek nem fog változni szerintem a felvonulástól. Az attól fog változni, hogy aki szereti a kulkát, az azt mondja, érted, hogy a kulka szerintem nagyon jó, érted? És meleg. Na, hát meg nem, szerintem nem. Ha elmész heteroként a Pride-be, úgyhogy te egy előítéletes vagy, és vonulsz velük egyet, lehet, hogy meg fog változni. Ha lehet, hogy látsz a híradóban, és azt mondta, hogy látod, hogy kik vonulnak, lehet, hogy meg fog változni. Változni. Sajnos ennek így kell elindulni, hogy vonulnak. Tehát nem vagy biztos. De itt nem a vonulásról van a szó, hanem hogy felhívjuk a figyelmünket egy társadalmi jelenségre, egy olyan dologra, hogy embereket bizonyos szexuális orientáció miatt egyébként kirekesztenek. Nem konkrétan magát a vonulást kell nézni, hanem a vonulás üzenetét kell nézni. Érted? Nem azt kell nézni, hogy Pride, igen, és akkor büszkék arra, hogy melegek a magyar itt megáll a Pride. Büszke vagy, hogy meleg vagy, nem is tudja, hogy miért Pride, nem is tudja, hogy miért hívják, nem is tudja, hogy mi történt az 1960-as években, miért ezt Pride-nak hívják, érted? Fogalmuk nincs, hogy büszke vagy arra, hogy meleg vagy, azért vonulsz. Dehogy is. Nem azért ez a neve, hogy Pride, mert büszke vagyok arra, hogy meleg igen, vagyok. Csak pont tehát, azok, akiknek szólna ez az egész felvonulás, azok nem tudják ezt a formáját elfogadni, ezért kell hozzájuk más utat találni. Nem engem kell meggyőzni, érted? Én tele vagyok meleg ismerősökkel, csomó kultúrát, intelligens ember, hát semmi gond nincs ember. És teljesen normális ember. Meg ez a kéz megfogás, hogy az utcán megfogja a kezét, vagy nem fogja meg. Nézd, én elmúltam 40 éves, full hetero férfi vagyok, de például nem csókolozok a feleségemmel az utcán. De az a te szégyen érzeted, egyfajta mérföldkövel, az nem. Tehát ez a te választásod. De egy nagy különbség, hogy nem csókolozol, mert te eldöntöd, vagy nem csókolozol, mert nem csókolózhatsz, mert egyébként négyen leköpnek. Tehát a kettőt ne keverjük össze, mert te azt mondtad, hogy saját döntés miatt nem csókolozol, de csókolózhatnál. Ő meg csókolozna, de nem teheti, mert négyen megverik, meg hárman leköpik. Tehát a kettő szerintem nem ugyanaz, hogy te megtehetsz valamit, de nem teszed, mert úgy döntesz, de ő meg nem meri megtenni, mert megverik. Tehát igen, csak ott nagyon nagy különbség ott van. Én azt gondolom, hogy ott megint egy zsigeri primitívségről van szó. Tehát, hogyha valaki leköp egy csókolózó meleg párt, akkor azt nem fogod tudni megszólítani egy Pride-dal. Lehet, hogy mert nem. De azt gondolom, hogy kis lépésekben már kell. Korábban nem, mert korábban azért ennyi szól és provokatív volt. Ez tök jó párhuzam egyébként, hogy 100 évvel ezelőtt a fekete az nem ülhetett fel ugyanarra a buszra, ahova a fehér, és más szárnyban kezelték, mint a fehér embert. 100 év kellett ahhoz, hogy ezeket az előítéleteket lebontsák, és úgy, hát hogy ezek az emberek... Még az 50-es években, hát jó, még az 50 évvel ezelőtt. Nézd meg, Amerikának fekete elnöke van. Kimentek az utcára, felvonultak, rájuk keresztették a kutyákat, agyonlőtték a felét. Hazamentek, majd másnap kimentek megint, és harmadnap is kimentek, és negyed napon is kimentek. Ha ezek az emberek azt mondják, hogy már pedig mi nem megyünk ki, így van, mert egyébként rám döntik a kordont, és én nem merek kimenni, és nem merem ezt felvállalni, akkor tulajdonképpen a hallgatással beleegyezik, és azt mondja, hogy oké, srácok, nektek van igazatok, mi vagyunk a hülyék, és behúzzuk fülünket, farkunkat. Nem. Ezeket gondolom. Végig kell járni, és kell majd hozzá 150 év ahhoz, hogy itt bármiféle változás történjen. Az SMS-eket lenne érdemes megnézni egyébként, majd szemezgetek belőle, hogy mi a mentalitás és mi a hozzáállás. Érdekes. Van telefonálónk? Van. Igen. A Pride-nek a szóvivője hallgat minket, Dominika. Hello, jó igen, reggel. Igen, hello. Jó reggel. Szia. Na, hát itt mi nagyon jót vitatkozunk erről. Ti meg csak úgy vonulgattok. Igen. Hát majd holnap. Igen, háromtól. Na, hallgattál minket, vagy hallgattad az adást, vagy csak itt igen, a végén? Igen, vagy... igen, hallgattalak titeket, aha, hogy itt egy egész heves vita alakult ki. Nyilván, mert hogy ez foglalkoztatja a közvéleményt, igazából... mindenkinek van erről véleménye, mi ki is mondjuk, vagy így, vagy úgy, érdekes szerintem, nyilván minden állás. Abban a tekintetben egy párton vagyunk, meg egy oldalon állunk, hogy simán elfogadjuk, nincsen nekünk semmi gondunk alapvetően a melegekkel, csak itt a Pride-on van a hangsúly, hogy ez a megfelelő eszköz az elfogadtatásotokra, vagy nem ez a megfelelő eszköz köztünk. Ez itt a vitatárgya. Erre mit mondasz, Dominika? Aha, hát természetesen számos eszközzel küzdünk
a jog és esélyegyenlőségért. Ebből a Pride, a felvonulás az egyik, amit azért tartunk nagyon-nagyon fontosnak, mert megnöveli a láthatóságát a közösségünknek. Az, hogy ez a nyílt térben tud megjelenni az utcán, ez egy nagyon erőteljes figyelemfelhívás a többségi társadalom felé, hogy ezekkel a kérdésekkel közösen felelősséget vállalva foglalkozni kell. Hány ember szokott elmenni a Pride-ra? Mennyi volt az eddigi résztvevő csúcs? Tavaly volt egy nagyon-nagyon forduló, egy nagy fordulópont, hiszen 2012-höz képest a résztvevők száma megduplázódott, 8000-en vonultunk tavaly, 2012-ben pedig 4000-en. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik, és aki volt már felvonuláson, megtapasztalhatta, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kedvű tömeg, egy nagyon jó buli, és hogy várunk mindenkit, aki szeretné a szolidaritását. Na, igen, ez lett volna a másik kérdésem, hogy ebben a 8000-es tömegben azért nyilvánvalóan egy csomó szimpatizáns is van, akik egyébként heterok, csak éppen elfogadók, vagy éppen a részvételükkel tüntetnek mellettetek. Abszolút, abszolút. Nagyon-nagyon sok heteró támogató jön évről évre, aminek nagyon-nagyon örülünk. Egyébként az eseményeink mindig nyilvánosak a közösségi oldalakon, és nagyon-nagyon jó érzés látni azt, amikor az embernek az ismerősei, olyan emberek, akikről nem is gondolnád, sorra igazolják vissza az eseményre a részvételüket, és tényleg érezzük az ő támogatásukat. Miért vannak szerinted olyan melegek, akik otthon maradnak? Hát nagyon sokszor ugye a homofóbia működésmódjához hozzátartozik az, hogy sajnos, ahogy felnövünk, ezt mi magunk, leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberek is elsajátítjuk. Tehát belsővé tud válni a homofóbia, és egyfajta szégyenérzet alakulhat ki emberekben, illetve hát valóban köztünk is vannak olyanok, akik ezt provokációnak ítélik meg. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy figyelem felhívás, és növeli a láthatóságát a közösségünknek. Nyilván nehéz mérni ezt a történetet, de mit tudsz elmondani arról, hogy az évről évre megrendezett Pride az milyen eredményt hozott az elfogadásban? Hát nehéz ezt valóban mérni, arról be tudok számolni, hogy a közösségünkben például milyen élmények vannak ezzel kapcsolatban. Ez egy nagyon-nagyon nagy érzés, főleg az első Pride-ozók számára, de mindenki számára is. Az egy olyan lendületet. Uh-huh. Mert felvonulás feeling van. Én azt nem értem, hogy nincs kézzelfogható eredménye a dolognak. Én mást fegyvert gondolnék jónak, hatékonynak a melegekkel való elfogadásban, érted? Tehát látod, a kérdésemre egyből azt válaszoltad, hogy a felvonulóknak micsoda jó élménye elsőnek ott lenni, vagy akár többször is. És ezt megértem, de eredmény a társadalom azon tagjaival szemben, akik nem fogadnak el benneteket. Hát nézd, nem tudom, hogy ott eredménynek neked megfelele, hogy évről évre több nagykövetség fejezik például a támogatását. Mm-hmm. Tavaly először csatlakoztak cégek a rendezvényhez, akik a dolgozóival együtt mentek ki. Azért ennek is van egy nagyon erőteljes üzenete, az hogy igaz, én egy igaz. Olyan munkahelyen dolgozom, ahol szervezkednek és mennek ki a Pride-ra. És mondjuk meleg, leszbikus, biszexuális emberként, transznőként, queerként, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lehet nekem, hogy akkor én egy olyan elfogadó közegben tudom tölteni a mindennapjaimat, meg az időm jelentős részét, ahol ez teljesen oké és rendben van. Ehhez a kezdeményezéshez is például most már több mint 700 cég csatlakozott. Évről évre jön egyre több íresség, ahogy ti is említettétek. Uh-huh. Tehát van ebben egy erőteljes fejlődés. Persze vannak visszacsapások is. Ha arra gondolsz, hogy szélső jobboldali ellentüntető embereket mivel lehet meggyőzni, valószínűleg nem a felvonulással, de nem is az a cél, hogy őket pont a felvonulással, vagy rájuk pont a felvonulással tudjunk hatni. Természetesen minden fórumon elmondjuk az álláspontunkat, és bízunk abban, és én személyesen is hiszem, hogy lehet, hogy nem is most, de egy idő után elindulnak itt hatások még a legszélsőséges emberekben is, és ők is az elfogadást fogják. Hát reméljük, egyébként ezt tapasztaljátok, abba hagyjátok? Tehát, hogy van az inger küszöb, amit ha elértek, vagy az a fajta elfogadás, vagy tolerancia? Akkor, amikor azt mondjátok, amit a kritikálmász, hogy akkor elértük a célunkat, és akkor nem lesz több Pride?
Hát egyrészt nem hiszem, hogy ez annyira a közeljövőben fog bekövetkezni, bár amit említettetek, 150 év, ennél azért picit optimistább vagyok. De akkor meg azt gondoljuk, hogy egy nagy ünneppé tudja kinőni magát a rendezvény, ahogyan ez már most is egyébként a felvonulók körében megvan ez a hangulat. Jól van. Oké, hát köszi, hogy becsörögtél, Dominika. Holnap na, akkor. Hát ciao. Én is köszi. Köszönjük szépen. Holnap. Köszi, Dominika. Hello. Hello. Ciao, ciao. Ez csak egy-két SMS. Tehát, hogy milyen a közhangulat. Tessék? Is mond. Buzizni fogok, csak szólok. A félkarút, a pupost elfogadom, a buzit nem írja valaki. Balázs, basszus, te is fartúrópárti vagy, csalódtam benned. Tehát, ezek az SMS-ek, te hülye vagy, Balázs. Senki ne ítélkezzen, ha nem vonulnának fel, akkor nem ítélkeznénk. Maradjanak otthon, azt ennyi. Azért rühellem őket, mert vonulnak. Maradjon otthon és tegye a dolgát. Beleölni az összeset a Dunába. Ha Beniről kiderülne, hogy meleg, kérdezi valaki. Nem tudom, ez most hogy jön ide egyébként. A szülői szeretet az egyetlen szeretet, ami feltétel nélküli üzenem neked egyébként. Borzalmas téged hallgatni, Balázs. A gyerekednek jó családi példa ez a felvonulás. Fúj, írja egy hallgató. Balázs, most hallgattam utoljára Morning Show, te köcsög. Tehát, hogy értitek? Értitek, értjük, hogy miért? Na, értitek, és hogy, értitek, pont ezért hogy miért mondom, kell? Hogy nem a felvonulása jó. De, mert az is egy fórum. Az is egy fórum. A felvonulás minőségét lehet vitatni, de a jelenlétet azt viszont szerintem nem. De az a baj, hogy veled szemben most itt az asztalnál nem ilyen emberek ülnek. Tehát, hogy de most ez csak tudod, egy... Hogy, de nem, hogy, gondol, hogy, nem, baj, nem ez a véleményetek, és nem is azonosítalak benneteket. Én ezért mondom, hogy ne vonuljanak, hogy pont azért, hogy ne szembesüljenek ezzel a reakcióval. Hogy más az út. Jó. Tehát a cél figyelj, az ugyanaz, csak értem. Más az út. Én elvárom mindenkitől, hogy tiszteletbe tartsa az én magánéletemet. Nyilván például, most így csak a példakedvéért mondom, lehet, hogy vannak nekem is olyan szexuális szokásaim, amiket nem tudna elfogadni a társadalom. Nekem is nehéz volt vele megbarátkozni, amikor láttam hát, azokat az internetes oldalakat. Jó, de egy idő után már le kell dőlnie azoknak a falaknak, te is nagyon jól. Elisztatod már a kecskés DVD-imet. De ezek otthon maradnak, pont azért. Én nem fogok helybe menni a cumiért. Értem. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és